Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Sümegen. A Dharma beszéd kezdetén kérem, hogy énekeljük el az Om Nam mantrát, amely az univerzum a maga tisztaságában közösen 7-szer. Om Nam. 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 Köszönöm szépen. Ezen a földön háromféle ember van. Az egyik, aki az életet adja tovább. A másik, aki a halált adja tovább. A harmadik, aki olyat ad tovább, amely életen és halálon túlmutat. Mindenki egészséges vágyakkal szeretne élni. Ez azt jelenti, hogy boldogságot akarsz adni és kapni, szeretetteli atmoszférában szeretnél lenni és segíteni másoknak. Ez a pozitív vágyalapú élet. Ekkor teremtünk egy családot, gyermeket, anyagi javakat, művészi alkotásokat. Ez az élet, mert létrehozunk valamit, amely önállóan egy idő után már nélkülünk is működik. Mi diktálja ezt? Ezt bennünk a túlélő és teremtő és megtartó ösztöncsoportok diktálják. Azért teremtesz, mert te is teremtett vagy. Azért adod tovább az életet, mert te is megkaptad. Azért leszel te is szülő, mert téged is megszült valaki. Ezek a folyamatok nem jók és nem rosszak. A kérdés az, hogy számodra ez mennyire tudatos, és mennyire akaratlagos. A második típusú ember az, aki a halált adja tovább, aki dűből él, nem vágyból. Aki tudatosan árt, vagy segít ártani másoknak. Akik a halál eszközeit gyártják, adják tovább, és az állapotát előidézik. És ők azok, akik a pusztítást, vagy a pusztulást előbbre tartják az életnél és a teremtésnél. Egy pici ebből van bennünk. Ez a minden áron kezdetű mondat. Minden áron túlélni, minden áron megtartani, bármi áron teremteni, és ekkor ez a bármi áron sajnos magába foglalja mások biztonságát, mások életét, mások vagyonát. És amíg az ember ezt uralja, addig ez természetes körülmények között, természetes módon úgy érvényes, hogy ez nincs mások ártalmára. De kiderül, hogy a dűből élő emberek ezt nem tudják. Nem tudnak pusztán tisztítani, ők pusztítani szeretnek. Nem tudnak pusztán védekezni, ők mások ártalmára élnek. És amíg ez nem ér el egy olyan küszöböt, hogy már számukra is szenvedés, addig ezt ők úgy hiszik, hogy következmény nélkül gyakorolhatják. A dűből élő ember általában vagy magányos, vagy hasonló dűből élő emberekkel áll kapcsolatban. A vágyból élő emberek nagyrészt társasak. Valamilyen társaságban vannak, legyen az párkapcsolat, család, vagy egy vágykiteljesítő, hasonló irányultságú csoport. A harmadik,
Egy olyasfél embercsoport, akik mindenre rá akarnak látni. Rá akarnak látni magukban a vágyra és a düre, a teremtésre és a pusztításra, a megtartásra és az odaadásra. És ebből a harmadik csoportból születnek azok, akik a többieknek utat tudnak mutatni. Miért? Akár vágyból, akár düböl van az életed összerakva, körbe-körbe megy. Keletkezés és megszűnés. Megjelenés és eltűnés. Élet és halál. Körbe-körbe. Tehát a körfolyamat szempontjából mindegy, hogy melyik részén vagy a körnek, a vágynak vagy a dűnek, a teremtésnek vagy a pusztításnak. Neked nem mindegy, és ne is legyen mindegy. Nézd meg, hogy ezen a körforgáson te milyen helyet foglalsz el. Mi a szereped? És ha jól akarod látni a szerepedet, akkor meg kell haladnod magát a körforgást. És amikor meghaladó bölcsességről, transzcendens tanulmányokról, gyakorlatról, vagy bármiféle élő vallás gyakorlatról beszélünk, akkor az élménynek, a tapasztalásnak meg kell haladni azt az énséget, amely vágyból, vagy düböl, vagy ennek a keverékéből rakja össze az életét, a működését. Ez a meghaladó bölcsesség egyik formában a zen. Több más formája is létezik. Több más vallásban is ezt fellelheted. Keleten két ilyen nagy kultúrkör létezik, az egyik az indiai, a másik a kínai. Minden más ennek vagy a származéka, vagy pedig döntő hatást gyakorolt rá ez a két kultúrkör. A Buddha tanítása körülbelül 200-300 évvel előzi meg Lao-tse tanítását. És mind a kettőben az útról beszélnek. Arról az útról, amely kivezet a szenvedésből, a kényszerű teremtésből, vagy a kényszerű pusztításból, és valahol ráláttat arra, hogy te milyen körfolyamatban veszel részt. Emeli a tudatosságodat, ezáltal emeli a látásodat, ezáltal emeli az uralmi képességeidet. Aki másokon uralkodik, az hatalmas. Aki önmagán uralkodik, az erős. A meghaladó bölcsesség tehát mindig is az élet és halál birodalmán túl volt. Mint ahogy minden műhold, amelyik rálát a Föld egészére, az éjszaka és a nappal teljes körforgására a Földön, az bizony messze-messze a stratoszférában van, vagy azon is túl jóval. Ha mindig egy pontot szeretnénk nézni a Földön úgy, hogy a teljes Földet lássuk, az 36 ezer kilométernyi messzeség a Föld felszínétől. Ekkor úgy tűnik, hogy a Föld áll. Valójában nem áll, csak ugyanolyan sebességgel keringsz te a pályán, mint amilyen sebességgel a Föld felszíne fordul. Mikor látsz rá az élet és halál működésére úgy, hogy a pillanat nem mozdul? Ehhez kell a dualisztikus gondolkodás elé visszatérni. Ha eléred ezt a pontot, akkor megszabadulhatsz élettől és haláltól, vágytól és dűtől, a kényszertől, amely a karmádat újra ismételteti veled, ciklusról ciklusra, életről életre, fejezetről fejezetre, napról napra, ugyanazokat a mintázatokat ismételjük a mély szerkezetben, miközben a felszínen úgy tűnik változtattunk valamit. Nézd vissza az elmúlt közel 3000 évre. 500 év alatt olyan paradigmateremtők jöttek a Földre, amelyeket később már csak megújítani lehetett, de meghaladni nem. 2500 évvel ezelőtt Sákyamuni Buddha működött Indiában, körülbelül 100 évvel később Patanjali, a jógának a summázója, leírója, szintén Indiában,
Ismét hozzáadsz egy olyan 100-150 évet, Lao Tse, Kína, utána körülbelül 100 év Konfucius. És nem telik el egy újabb 150 év sem, és Jézus Krisztus megjelenik a Földön, mert eddig a szeretetről és az együttérzésről így, mint ő nem tanított senki, és utána se tanított senki. Aki Európába született, akinek európai karmája van, az nem kerülheti meg az ő művét és alkotását. Ha te bármilyen hagyományt követve a szellemi úton szeretnél haladni, én a magam részéről alapvető kötelességnek látom, hogy Jézus művét, üzenetét és tanítását a te szívedben a helyedre tedd. Ha ez nincs meg, akkor ez akadályoz az úton. Ha ez megvan, akkor ez segít az úton, akármit és akárkit választasz. Ez, hölgyeim és uraim, bőfél évezred, amit elmondtam. Előtte is voltak vallásalapítók. Ugye Egyiptomból kijött a monoteizmus, második Ramszesz és később Mózes nyomán. És utána is voltak vallásalapítók, mint például Mohamed. De ezek érdemben nem voltak más paradigmák. A monoteizmus mindenhol nagyon hasonlóan működik. Megújítók viszont voltak. 1000 évvel Buddha után, körülbelül Krisztus után a 6. században Bodhidharma működött, és Bodhidharmának köszönhető a zen, amelyik a buddhizmus és a taoizmus találkozása egy konfuciánus kultúrkörben. És újabb bőfél évezred, és a kereszténység megkapja a Szent Ferencet, aki nélkül a mai istenélmény nem lenne teljes. Mennyit gondolkozunk? Mennyit vitatkozunk? Nézd meg, hogy nyugaton a teológusok vitatkoznak, a misztikusok nem. Akik az Isten képpel foglalkoznak, azok különböznek. Akik az Isten élményt keresik, azok előbb-utóbb találkoznak. A zenben ugyanez a helyzet, akik gyakorolnak, azok együtt teáznak. Akik gondolkodnak, azoknak mind eltérő Buddha képük van. Eltérően magyarázzák a tant. De mivel itt a tan üresség természetű, és nincs központi alakja, a központjában nem egy névhez vagy formához köthető entitás áll, ezért nagy viták nem alakulnak ki. Hagyják egymást létezni a maguk hagyományvonalában. Miért? Mert mindenki a saját karmájának a felelőse. Mindenki a saját életútját járja. És ha ezt hagyod a másiknak is tenni, addig remélhető, hogy mindenki realizálja, belátja, hogy pontosan mit teremtünk. Mit tartunk meg, és mit tisztítunk meg, és mit pusztítunk el. Ha ezt nem tesszük, akkor egyszerű magát intelligensnek mondó tápcsatornaként éljük az életünket, meg akarjuk kapni, amit szeretnénk, el akarjuk vetni, amit nem szeretnénk, vágyból és dűből van összerakva az egész életünk, és amikor visszanézel több évtized után, amikor már érzed, hogy a kapu kicsit közel van, visszanézve nem sok értelme volt. Mert nem haladtad meg. Végigcsináltad, legjobb tudásod és szándékod szerint mondanád. De valójában mit értél el? Mit kaptál? Mit adtál tovább? Nézd meg azt a minőséget, amivel élsz. Azt a tudatot, amely minden reggel fölkel, megmosdózik, bemegy a munkába, hazajön, leül a családjával, vagy a párjával, vagy a kutyájával, megvacsorázik, és így végignézi a napját, és már nem is emlékszik nagy részére. Leül egy képernyő elé, ellazítja magát, vagy elbódítja magát, ki tudja, utána elmegy aludni, és már az álmai sem tiszták. És másnap fölkelsz, és ugyanez előre. Ha ezt nagyon sokáig csinálod, elfásulsz és kiégsz. Nagyon fontos, hogy lásd az élet és halál üresség természetét, az általunk teremtett voltát,
azt a fajta minőséget, amelyet egymásnak adunk és egymástól kapunk. Hogy neveltek téged? Milyen családba születtél? Az a te karmád, a szüleidé és a környezeté. Hogy neveled te a gyerekeidet? Szülői oldalról mit csinálsz? Ugyanazt, amit veled a saját szüleid? Akkor nem vagy náluk jobb. Sem tudatosabb. Mit változtál ahhoz, hogy a te gyerekeid jobbat kapjanak, mint amit te kaptál? Meghaladtad-e az élet és halál kényszerű körforgását ahhoz, hogy többet láss, jobban láss, jobbat teremts, helyesebben tarts meg és engedj el? És hogyha tisztításról van szó, akkor az ne legyen pusztítás. Nézd meg a két fogalom működését. Ha ragaszkodsz a karmához, ha ragaszkodsz az egoitáshoz, akkor csak pusztulni tudsz. Ha látod a jelenségek illúzió természetét, azaz teremtett voltát, akkor tisztulni is tudsz. Ez a tisztulás nyugaton a katarzis. Ezt a katarzist rengeteg úton keressük. Keressük a művészet útján, keressük az extatikus élmények útján, keressük az isteni kinyilatkoztatás útján. A zen az az egyéválás útja, amikor eltűnik az alany és a tárgy. Eltűnik a kettő közti kölcsönhatás. Paj Csang zenmester mondta, ha ledöntöd a falat, mi magad vagy, végtelenné válsz térben és időben. Az élet és halál nagy művében az idő nem vár rád. Ha holnap meghalsz, milyen testet kapsz? Mindenek fölött nem ez lenne a legfontosabb? Siess, siess. A felhők felfelé szállnak az égbe, a folyók lefelé folynak a tengerbe. Az idézet végén a két sort szeretném kiemelni, amit utoljára hallottatok. Az, hogy a felhők felfelé szállnak az égbe, és a folyók lefelé folynak a tengerbe, ez kifejezi a karmának az uralhatóságát, vezérelhetőségét, teremthetőségét. De az ok és okozat működését is mutatja. Amivé teremted magad, a társadat, a társadalmadat, a családodat, ők azzá lesznek, és te is azzá leszel. Ha felhővé teremted, felszáll az égbe. Ha vízzé teremted magad, leszállsz a tengerekbe, lefolysz. Felmerült-e benned, hogy most miért ezt a testet kaptad? Miért pont ebbe a családba születtél? Miért pont ebbe a népbe születtél? Milyenné kellett válnod ehhez? Felmerült-e benned, hogy nem a szomszédba, a szomszéd országba, a szomszéd családba, a szomszéd házba születtél, hanem pont ide, pont akkor, pont ő hozzájuk. Milyen lélek kellett ehhez? Milyen sors kellett ehhez? És ha ezen változtatni akarnál, mit tennél? Hogyan élnél? Rendezted-e a viszonyodat a szüleiddel, a nagyszüleiddel? Vagy még mindig van úgy, hogy 20 évig nem beszélsz egy családtaggal, mert egy ebéd alatt rosszat mondott neked? És ha ezeket a viszonyokat rendezni akarjuk, meg kell haladnunk a vágy és a düh alapú gondolkodást. Meg kell haladnunk az élettől vagy a haláltól való félelmet, vagy bármelyiknek a görcsös akarását. És hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor a karmánk rabjai leszünk. És arctalanul ismételni fogjuk a transzgenerációs karmánkat életről életre. Halálfélelemről halálfélelemre. Ha innen nézed, az emberiségnek mindig ugyanaz volt a házi feladata. Az elmúlt 2500 évben az említett tanítók és az ő tanítványaik nagyon világossá tették, hogy ebben az iskolában, amit Földnek hívnak, milyen osztályok vannak,
milyen tárgyak vannak, milyen leckék vannak. És folyamatosan bukunk. Folyamatosan megbukunk azokból a tárgyakból, hogy hogyan lehet békésen egymás mellett élni, hogyan lehet egy normális családot felépíteni és vinni, hogyan lehet ezt a földet az utódaink számára is alkalmassá tenni, vagy hagyni az életre. És értsük meg, hogy ez a föld nem jó vagy rossz hely, hanem tökéletes tükrözése a tudatminőségünknek és a tudatállapotunknak. Tehát a föld olyan, amilyenné tesszük. Egy tökéletes visszajelzése a természet, az anyag, az energia, az érzékszerviség és a tudatformák szintjén, hogy pontosan milyen karmát hoztunk létre. Ez a föld az ok és okozat működésének a tökéletes berendezése. Megfigyelted, hogy a természet nem alkot véleményt, de tökéletesen működik? Mi állandóan véleményezünk, és így működünk, ahogy, nézd meg. A természetben nincs szemét, mi több millió tonnát hozunk létre évente. A természetben nincs felesleges szenvedés. Mi feleslegesen szenvedtetjük egymást a gondolatainkkal, érzelmeinkkel, szavainkkal és tetteinkkel. És a tanítás, a meghaladó bölcsesség, mely életen és halálon túlmutat, egyetlen egy üzenetet hordoz ebben a vonatkozásban, hogy mindez felesleges. Mindez nem kötelező. A meghaladó bölcsességre azért van szükség, hogy belásd a karma teremtettségét. Hogy belásd, hogy nem kötelező szenvedtetnünk embertársainkat, környezetünket, más lényeket. Van más út. És ezt az utat magadban kell először megtalálni. Ezért hangzott el egy kitűnő jogitól az a bölcsesség, hogy az egyetlen kifelé vezető út befelé vezet. Azt a változást hajtsd végre magadon, amelyet a világtól elvársz, amelyet a társadtól elvársz, amelyet a családodtól elvársz. És hogyha ezt a változást magadban nem tudod végrehajtani, akkor miért várnád el a környezetettől, a másik embertől? Tehát a házi feladat rendkívül egyszerű. Lebontva ezt az egyén lehetőségeire, hagyománytól, kultúrától és vallástól függetlenül mindig van lehetőséged megnézni, hogy benned most milyen lélek van, milyen gondolatok vannak, milyen érzelmek vannak, milyen szavakat mondasz éppen ki, vagy készülsz kimondani, és mit cselekszel, mik a tetteid. És ha ez a négy csatorna egy irányba mutat, akkor beszélhetünk a személy integritásáról, egy olyasféle egybetartásról, hogy nincs lelkiismeret furdalásod azért, mert mást mondasz, mint teszel. Mást gondolsz, mint érzel. Mást éreztetsz, mint mondatsz a másik emberrel. Nézd meg! És hogyha ez az integritás megvan, ez az alapja minden útnak. Annak az útnak is, mely túlmutat életen és halálon, de csak azért, hogy visszatérjen az élet és halál körforgásába, és helyesebben művelje azt. Enélkül az integritás nélkül nem tudsz előre lépni, mert belül állandóan darabokra törsz. Nem tudod, hogy az érzelmeidet kövesd el, a gondolataidat kövesd el, a szavaidat, vagy a tetteidet, mert mind más fele megy, mert mind valami mást követ. Mert valakinek a következményévé váltál. Mert valakit okoz azért, hogy ilyen vagy. Tér vissza ebbe a pillanatba, mert ebben a pillanatban van a múlt, a jelen és a jövő összes karmája. Tér vissza ebbe a pillanatba, mert ez az élet és halál körforgásának a középpontja. És ez a pillanat akkor válik szabaddá, hogyha a saját énségedet kiteszed a középpontból, meglátod annak illúzió természetét, és újra teremted magadat, ezáltal ezt a világot is. És hogyha ebben segíthetek bárkinek a tisztelt közönségből, akkor most itt az ideje a kérdéseitek föltételének.
előrelépni, én úgy érzem most, úgy tudok, hogyha vannak emlékeim. És sok mindenkitől hallom, hogy gyerekkoromban ez volt, az volt. Én konkrétan nem nagyon emlékszem semmire. Biztos megvan ennek az oka, hogy lehet ezen túllépni, akarjak-e visszaemlékezni, van ennek bármi jelentősége az utam további folytatásához. Mikor születtél? Az év, a hónap, melyik a lényeg? Nem. Amikor kellett, hogy jöjjek, gondolom. Nem. Amikor rájöttél, hogy megszülettél. Amikor te az első tudatos lélegzetedet vetted, hogy Úristen, benne vagyok ebben a testben. Valójában akkor születtél meg. Tehát a születés nagyon sokféle fázison keresztül megy. A fogantatás más születés, mert a lélek hozzá kötődik az a picike kis sejtcsomaghoz, és elfoglalja a helyét. Utána végigmegy a három trimeszteren, plusz mondjuk egy hónapon, hogyha nagyon ráér, és utána fizikailag is megszületik. A lelki születés szintén több bőrnek a lehúzása az énségről. De a tudat akkor születik meg, amikor először rájössz, hogy életben vagy. Mikor születtél? Segítek. Ma reggel. Ezt akartam mondani, nem biztos, hogy tudok most válaszolni. Dehogy nem. Én segítek neked. Hát azért vagyok itt. A jelmondatunk, miben segíthetek. Tehát ma reggel születtél, mert ma reggel felkeltél az álmodból, amit nagyon sok szerzetes és misztikus kis halálnak mond, mert a lélek leválik a testről, és ki tudja, hogy visszatér-e oda. De neked sikerült, és hölgyeim és uraim, ma mindenkinek sikerült ebben a teremben reggel fölkelnie, bizony. Ez azt jelenti, hogy a kis halálból egy újabb életszakasz kezdődött a mai nap reggelén. Ekkortól van a születésed tudata. Kellett ehhez az, hogy emlékezzél a korábbi évekre? Ugye, hogy nem? Miért? Mert az, amit te emléknek mondasz, az valójában meglévő tudattartalom benned, itt és most. Tehát a múltra, jelenre és jövőre széttagolt tudat nem érheti el a felébredést. Mert azt hiszi, hogy van tőle elkülönült múlt, tőle elkülöníthető jelen, és tőle még idegen jövő. Valójában a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban van. Tehát neked nem kell a múltba visszamenni, nem kell emlékek közt kotorászni. Amire szükséged van, az ebben a pillanatban mind itt van, kívül és belül. Valójában egy dolgod van csak, hogy a külső és a belső, a mikrokozmosz és a makrokozmosz közti falat, az bontsd le. Figyeld meg, hogy ebben a pillanatban mire van szükséged. És az, hogyha a belső és a külső közti fal leomlik, akkor megjelenik. Az emlékezés például ilyen, hogyha elnyomott memóriatartalmad van, akkor az nem jut eszedbe, mert például olyan érzelmi polaritással tetted el, hogy ez nekem rossz, soha többet ne jöjjön elő. Nem akarom, hogy eszembe jusson, hogy egymással beszéltünk egyszer egy dharma beszéd alatt, hazamentünk és rosszat álmodtam. Hát ez borzalmas. Rosszat fogsz el. És az a történet, hogy a jövőből még nincs emléked, lehetne, azt téged ne zavarjon. Az elnyomott memóriatartalom azt jelenti, hogy tudom, itt van a nyelvem megint, tudom, de mégsem. Emlékszem rá, de nem tudom előhívni. Az ellenkezője az, hogy teljesen felesleges, kusza, kaotikus elmetartalom van, mert nem tudsz felejteni. Nem tudod a tudatküszöb alá visszaküldeni azt, amire épp akkor feleslegesen emlékszel. Tehát vagy negatív alulteljesítő memória az önvédelem és az elnyomott tartalmak miatt, vagy túlteljesítő magát állandóan előtérbe tevő memória a spontán, de uralatlanul megjelenő tudattartalmak miatt. Értjük, ugye? Na most, hogyha megfelelő meditációt gyakorolsz, és ezért a tudatállapotod jelenlévő, kielégítően tiszta, felismeri a helyzetet, megteremti a kapcsolatot, végrehajtja a helyes működést, akkor az úgynevezett helyzetfüggő vagy intuitív memória életbe lép, csak arra emlékszel, amire kell. És amire nem,
arra nem. Előjön a tudatból az, amire szükséged van, de ami szükségtelen, az nem. Innentől kezdve nincs felesleges vagy hiányzó tudattartalom. Ez így működhet, ha a tudatod elég tiszta, már csak tenni kell érte. Jó? Ugye elhangzott, hogy a saját karmánk felelőse mi vagyunk. És el lehet élni azt az állapotot, vagy meg lehet tanulni azt, hogy amikor a családi karmánknak, a rendszerünknek a mechanikái bekapcsolnak az életünk folyamán, és működtetnek érzelmeket, cselekedeteket, ezt át tudjuk-e fordítani a saját működésünkbe úgy, hogy a saját karmánkat éljük meg, anélkül, hogy ebből a családi rendszerből bármilyen visszhang esetleg közbelépne ebbe. Az utolsó mondat lehetetlen, minden más lehetséges. Tehát az a visszhang az jön, amíg te a család tagja vagy. Alap, hogy a családból ki kell tudni lépni ideiglenesen. Tehát nem azt, hogy nem beszélünk egymással 20 évig, hanem azt, hogy azt mondod, hogy én most, szeretteim, elmegyek 3 hónapra, összes csekemet befizettem, és egy kicsikét meditálok azért, hogy rálássak a családi karmámra, és egy frissebb, jobb verziómmal jöjjek vissza, hogy megfelelőbb férj, fiú, atya és egyéb legyek. A családi karma a legnehezebbek közé tartozik. Ennél nehezebb már csak a párkapcsolat. Nézd meg! Elképesztő energiák jelennek meg a párkapcsolatban, és milyen instabil. Ott követjük el a legnagyobb hibákat, és mégis a teremtésnek ez a záloga. Feltűnt, hogy az Édenkertben Ádám és Éva egy pár. Nem egyének, nem család, mert még nincs meg az utód, az utódság, ugye, az egész vonal, és még nincs meg a társadalom. Tehát ők vannak ott, a természeti környezet, állat, növény és az Úr. Az kész. És a párkapcsolatból lesz a család. És amikor a család megjelenik, akkor megjelenik az az összes bonyolult karma, amitől az ember úgy érzi, hogy szabadulni akar, közben meg nem élhet nélküle. Ki kell lépni a családból, rá kell látni, és le kell vetni azt a karmát, ami eddig téged kötött. Ez az elképesztő fontosságú dolgod. Miért? Különben nem tudod magadat megjavítani. Állandóan azt hiszed, hogy az apád és az anyád következménye vagy. Nem. Saját karmád hozott oda, ahogy azt említettem. Ilyenkor belül 3 dolgot meg kell csinálni a fősőbb generációk felé. Köszönöm, bocsánat, és felnőttem per viszontlátás. Tehát az extrém jót és az extrém rosszat, amely nagyon erős én csináló, identitás formáló, azt le kell tudni választani. Ez nem te vagy, ez részed, de nem az identitásod, ez a karmád. Nem te vagy, ez a hátizsákokban a lélektartalom. Különben még mindig apád és anyád mintázatát követed. Ezért kell megköszönni és hálásnak lenni, megbánni per megbocsátani, hogy a negatív és pozitív azonosulások végre jöjjenek ki az énség talajából. Az emlék ott lesz, csak a hozzávaló viszony lesz más. Nem az emlék fog meghatározni, hanem te használod föl az apai és anyai mintázatokat, hogy te jobb apa légy, és a feleséged pedig jobb anya. És most jön az átadott karma, amely a leszármazottaidra vonatkozik. Tehát a szereteten keresztül minden átmegy. A Dalai Lámát egyszer megkérdezték, hogy mi a legfontosabb tanítás. Azt mondta, van egy jó hírem, meg egy rossz. Melyikkel kezdjem? Hát őszentséggel, legyen szíves, kezdje a jó hírrel. Jó. Együttérző szeretettel mindent el lehet érni. És akkor mindenki boldog volt. És nehéz szívvel felkérték őszentségét, hogy mondja el a rossz tanítást, a rossz hírt. Elmondom. Együttérző szeretettel mindent el lehet érni. Úgyhogy erre tessék vigyázni, mert a szereteten keresztül az utód mindent megkap, mert te vagy a mindene, az apai oldal a mindenségben, és az anyai oldal mindensége az anyja. És minden
normális gyerekben elképesztő kötődés van a szülei felé, elképesztő bizalom van, függés, ráhagyatkozás, mindaddig, amíg belátja a növekedése során, hogy bizony a szülei is tökéletlenek, bizony, hogy neki önállónak kell lenni, és ez szerencsére több év, vagy másfél évtized, és plusz pár év. Nézd meg, hogy mit adsz át. Azt nem adhatod át, amit kaptál. Az igazi teszt, hogy te milyen szülő vagy, hogy megkérdezed magadtól, megszületnék önmagamhoz? Lennél a saját lányod? Lennél a saját fiad? No, hölgyeim és uraim, látok egy-két csodásan megmerevedett szempillantást. Mert ezt a kérdést egyikőtök sem tette föl még így bizony. És úgy nevelkedjünk, és úgy neveljünk, hogy szívesen szülessünk meg a magunk gyermekeként. Tehát a családi karmát azt ezen a csatornán keresztül nagyon szépen meg tudod tisztítani, és az, hogy a közös karmában minden egyénnek megvan a maga dolga, nem kakilhatsz a gyereket helyett. De egy ideig pelenkázás van. Ezt tudjuk. Nem gondolkodhatsz a gyereket helyett. De egy jó ideig tanítod. Nem érezhetsz a gyermeket helyett. De megtanítod együtt érezni az érzelmek által. Figyeled? És ekkor teszel helyesen. Nincs olyan, hogy jó vagy rossz családba születni. Karmák összeillése van, vonzása van. És az előző kérdés kiegészítése, hogy valójában miért vagyunk mi együtt? Mit tanulunk egymástól? Mit tanítunk egymásnak? Mi formál minket családdá? A vágy formál minket családdá? A dű formál minket családdá? Egy magasztos cél formál minket családdá? Az egymásra utaltság formál minket családdá? Mi az? Vagy esetleg egyéb? Mi a vívő motívum a család életében? Mi az, amire mindig hivatkozunk, mindig létrehozzuk, mindig felhasználjuk? És ugyanez, hölgyeim és uraim, a nemzet életében. Mi az, ami minket összetart? Minket meghatároz? Minket egymásra utaltságban tart? Milyen az az érzelem, ami a mi vívő motívumunk? Hogyan viszonyulunk egymáshoz leginkább? És ezekre a tudat tiszta tükrében lehet rálátni. Ezért érdemes a testünk tisztítása mellett a tudatunkat is letisztítani, hogy lelkünk tartalma kristálytisztán megjelenjen. Mindenféle torzítás, önvédelem, panaszkodás és kivetítés nélkül. Ekkor tudunk a családi karmán változtatni, a csoportkarmán is, és ha kell a párkapcsolatin is, csak magunkon keresztül, az ok és okozat tiszta megfigyelésével, és egy nagyon világos jelenléttel. Ez már önmagában inspiráló. És ha kell, imperatív. Tehát mindenki körülötted azt érzi, hogy neked ez a minőség megvan, és nekik is kell. És akkor érettek az útra. Egyéb kérdés? Hogyha mondjuk elmenjünk egy profi asztrozófushoz. Nincs itt. Hozzám gyere. Zenmester vagyok. Nincs asztrozófus. Bocs. Mit szeretnél? Hát mondjuk az a tudományág, akkor itt tudja leírni egy embernek az életét a születési képlet alapján. Tehát előre, vagy visszamenőleg is ki tudja olvasni abból a képletből. Tehát ez olyan, mint mondjuk a tejfölön egy kód gyakorlatilag. Az asztrológus. Az asztrozófia az mással foglalkozik. Jó, akkor bocs. És a saját kérdésedet tedd föl, légy szíves, most. Ha ez így van, ahogy én gondolom, hogy előre meg van írva, át lehet ezt itt lent írni valamilyen szinten? Nincs megírva semmi előre. Te szeretnéd így gondolni, mert ez a felelősség elengedése. Hiszen, hogyha meg van írva előre minden, akkor te egész nyugodtan leeshetsz a várfalról, mert meg van írva, hogy te 84,5 évig fogsz élni, és valamilyen csoda megment. Nincs megírva. Nem nézel körül az utcán, az inkarnációs célt nem tudod befejezni, akármilyen sorsot gyártottál le magadnak.
ennek a pillanatnak a tisztasága dönt el mindent. Statisztikai valószínűség van, de determinizmus az nincs. Ha ezt a tudatot, ami most van neked, kitisztítod, tisztább tudattal élsz. Tovább ápolod az előfeltevéseket, dogmatikát, akkor ezek letakarják a tükrödet. Akkor van megírva minden, ha nem találod a radírgumit és a saját tolladat. Amilyen mértékben azonosulsz a karmával, olyan mértékben uralkodik az rajtad. Amilyen mértékben leválasztódsz a karmádról, oly mértékben tudod te uralni azt. Mondok egy példát. Egy kínai császárnak az asztrológusai megmondták, hogy volt az országban valaki, aki ugyanabban a percben született, és nagyon közel volt hozzá. És a császár féltette a hatalmát, hiszen ő rengeteg lényen akar uralkodni, az egész országot szeretné a keze alatt látni, és ki lehet az, aki ugyanolyan karmával rendelkezik, mint ő, hiszen hozzá közeli helyszínen, ugyanabban a percben született. És felkérte a hadsereget, hogy hát keressék már meg azt, aki potenciálisan császár, és hozzák elé. És hosszú évekig nem találták. Aztán megtalálták. Egy hegyoldalban volt, és több száz méh családja volt. És az volt az ő császársága. Ezért ezek a képletek nem jelentenek lényegesen semmit. Lehozott karmát mutatnak, amelyek mind teremtettek, és hogyha te a tisztánlátást eléred, akkor ezt a karmát uralhatod, változtathatod, kitörölheted, megtarthatod, újraírhatod. Rajtad múlik. Következő kérdés. A más vallásokban szintén alaptételként, axiómaként lévő személy, mint egyedi és megismételhetetlen lét, hogy egyeztethető össze, vagy miféle kapcsolat lehet a buddhizmusban, vagy a zenben akár meglévő létfolyamattal, ami kezdet nélküli, és tulajdonképpen a karma vastörvénye alá van vetve, és ez a tükörélmény által, amit te elmondtál, az ember azzal találkozik a halála után, ami saját maga volt az életében, tehát amit kivetített addig a világba, azt meg fogja találni, és hát ez lesz majd a következő életében a döntő, ennek alapján lesz az ilyen vagy olyan. Tehát hogyan tudod te összeegyeztetni ezt a két úgy tűnik mereven szemben álló alapállást, a személyfogalmát és a buddhizmusnak, vagy a zennek, vagy bármelyik ilyen hasonló világtörvény vallásnak a lét és egyén fogalmát. Én a helyedben nagyon óvatosan bánnék az axiómákkal, mert amit axiómának mondasz, az a gondolatod. Hát te így látod, de esetleg ennek más értelmezése is van, akkor szeretném a konkrét választ erre a kérdésre. Én megadnám, ha hagyod. Tehát. Hát hogyne. A következő költemény rá fog világítani arra, hogy a fogalmi szinten ellentétes, mint a hullámhegy és a hullámvölgy a tengeren, mennyire ugyanabból a mély valóságból származik, mivel a tenger mélyén nincs hullámzás, csak áramlás. 177-es költemény a Küzdj és ébredj könyvből Szungszán zenmester tollából. Ezt a költeményt mindenki, aki zen elvonulásra jön hozzánk, ismeri, mert az interjúknak az anyaga. Így szól. Üres kézzel jössz, üres kézzel távozol. Ilyen az ember. Amikor megszülettél, honnan jöttél? Amikor meghalsz, hová mész? Az élet olyan, mint az égen összeálló felhő. A halál olyan, mint az égen szétoszló felhő. Az égen úszó felhő eredetileg nem létezik. Élet és halál, jövés és menés éppen ilyenek. De van valami, ami egyszerű és tiszta, mentes élettől és haláltól. Téged kérdezlek, mi ez az egyszerű és tiszta? Én ezt a költeményt szeretném neked ajánlani, és örömmel látom, hogy elégedetlen vagy a válasszal.
Ez mindaddig így lesz, amíg a gondolkodásod igazságát viszont szeretnéd látni másokban. Valójában az a tűz, ami benned ég, nem fog nyugalmat találni, amíg gondolkodsz. Összekapcsolódik az érzelmeiddel, és a magányos óráidban nem tudod, hogy ez mire jó. Ha félreteszed a könyveidet, és elindulsz az úton, akkor eljuthatsz egy olyan tudatállapotba, olyan élményhez, ahol ezek a kérdések ellobbannak, nem veszítik értelmüket, mert nem tevődnek föl. A Buddha 16 megválaszolatlan kérdést hagyott maga után. Ez 4 csoportba osztható. Megválaszolatlannak mondják a nyugatiak, de nem ismerték föl, hogy csenddel válaszolt. Az első kérdés. Létezik-e a személy önállóan, objektíven, a világtól függetlenül, vagy sem? Van-e valami, ami az inkarnációk során állandó marad, és a személy része? Véges-e az univerzum, vagy végtelen? Van-e legfelsőbb elkülöníthető istenség, istenségek, vagy pedig csak azért léteznek, mert hiszünk bennük? Van-e objektív kezdete az inkarnációknak, és objektív vége, mely a mi tudatunktól és karmánktól független? Ezek a kérdések a Buddha által mind csenddel történtek megválaszolásra. Vajon miért? Ha tudnád a választ rá, nem tennéd föl. De ha fölteszed, akkor a választ nem fogod érteni. Ezért kell az úton haladni, ahogy azt a kínai mondás mondja, elolvasol egy könyvet, 10 000 lépést kell tenned. És nem csak tenn magad, hanem a közönségünk jó része több ezer könyvet olvas, de nagyon kevés lépést teszünk. Innen már csak a tapasztalat segíthet. A megértés pohara túl van töltve. És ahhoz, hogy ez üres legyen, az úton el kell szórni mindazt, ami feleslegesen elfoglalja az elmét. Amíg a fogalmi gondolkodás körbe-körbe jár, nem fog nyugvó pontot találni. Az énség áll a középpontban, az igazságát akarja viszont látni, és ezért sem az éggel, sem a földdel nem rendezett a kapcsolata. Ezért az úton járás a megoldás, a megértés itt már nem segít. Egyéb kérdés? A kérdésem a reinkarnációval kapcsolatos lenne. Van a környezetemben egy család, aki ez úgymond vér nem köt, és mégis végtelen szeretetet érzek irántuk, és úgy tekintek rájuk, mintha a családom lenne a jelenlegi állapotok szerint, és azt szeretném kérdezni, hogy létezhet-e az, hogy egy előző életben esetleg egy családot alkottunk, és egy csoportos reinkarnációnak köszönhetően most így születtünk le, hogy ismét egymásra találtunk, vagy rájuk találtam, vagy... A karma útjai kifürkészhetetlenek. Teljesen lehetséges, hogy egy családot alkottatok. De az is lehetséges, hogy most találkoztál velük először. Mintakövető lények vagyunk, és nem identitás követő lények, de a mintákról azt hisszük, hogy identitás, mert nevet és formát ragasztunk rá. Ugye ez mennyire nem egyenlő, az most mindenkinek egy teszt által bizonyíthatóvá válik. Fel tudod-e idézni a személyi igazolványodat? Tudod a számát? Nagyon jó. Látod rajta a fényképedet? Nagyon jó. Látod a nevedet? Jó. Most ebben a pillanatban tedd be egy kályhába és égesd el. Mi történt? Változott az identitásod? Nem, csak el kell menni újra a kormányablakba.
semmi más nem történt. Tehát az identitás nem név és forma, hiszen hogyha nevet változtatsz, akkor új személyt kapsz, de az rajtad nem változtat, csak a neved, az igazolványod, a száma, az változott meg, az identitásod nem. De mi mégis nevek és formák alapján követjük a kapcsolatainkat. A megítéléseink szerint nézünk az emberekre. Nem úgy látjuk magunkat, ahogy mi vagyunk a magunk ilyenségében, és ezért másokat sem tudunk a maguk természete szerint tekintetbe venni, hanem a szűrőinken, a torzított, töredezett, foltos tükrünkön keresztül. És innentől kezdve teljesen mindegy, hogy mi volt az előző életedekben. Most együtt vagytok így, a nem vér szerinti, de nagyon erős kötődésben. Mert a mintázataitok, a típosz, görögül, összehozott benneteket. És ez a fontos, hogy ebben a pillanatban milyen kapcsolatot építettetek ki. Köszönöm. Szívesen. Itt elő. Nekem személy szerint ebben a földi életemben egészen fiatal korom óta jöttek ezek a kérdések, amivel indítottuk itt a beszélgetést, hogy a családi karma, stb. Én mindig kerestem a válaszokat, de ami még ennél is nagyobb kihívást jelentett nekem, azok a párkapcsolataim. És mivel ezzel kapcsolatban nem volt kérdése senkinek, de biztos mindenkinek lenne. A sajátod fontos, hát itt ül melletted a párkapcsolat, akkor olyan nagyon nagy kérdés már nem lehet. De mégis. Ezek szerint mégis itt a mikrofon a kezemben. Szóval mindig igyekeztem kívülről ránézni magamra, mert megpróbáltam egész életembe utána menni annak, hogy miért olyanok a párkapcsolataim, amilyenek. Tehát nem a párkapcsolataid után mentél, hanem azután, hogy miért ilyenek. Próbáltam megérteni, hogy miért ilyen párkapcsolatban vagyok bent, vagy nekem nem ez az első párkapcsolatom. A lényeg, a kérdést szeretném föltenni, hogy... Körülnézel itt, kinek az első? Nem tudom, hogy kinek. Biztos van olyan, akinek az első, és az egyetlen, nem? Jó. Első? Az biztos, hogy nem. De hogy az egyetlen, az remélhető. Tessék. Tehát, hogyha azt a fajta egységet mindenki megtalálja magában, amiről szó volt, hogy a tudatosodásunk, a gondolataink, a cselekedeteink végre egységon és egy egységben működnek, mert ezért vagyunk sokszor, születünk újra, és vannak újabb vállalásaink és feladataink, akkor innentől kezdve, hogyha ezt a dolgot meg tudtuk fejlődni, mit tudtunk akkor megfejlődni? Mi az a dolog? Hát az a dolog, amikor a cselekedeteink, a kimondott szavaink, az érzéseink, amiről volt szó, végre abba az egységbe kerülnek, hogy nem keres... Gondolatot ne hagyd ki. Figyelj, hogy a gondolkodást kihagytad. Pedig tudod. Igen. Szóval onnantól kezdve én ergo, nekem bárki lehet a párom, probléma onnantól hogy kezdve... Hogy mondhatsz ilyet? Csak ő lehet a párod. Igen. Hát csak ő. Ezt mondd ki neki, légy szíves, hogy ránéz, hogy csak te lehetsz a párom. Csak te lehetsz a párom. És most ezért ugyanezt megkapott tőle. Légy szíves, vedd át a mikrofont, és mondd el neki ugyanezt, mert ugyanezt érzed. Hát csak te lehetsz az én párom. Figyeltünk? Itt már... Már volt... Köszönjük szépen, 20... Ezt az oldást kérem szépen. Mindenki tekintsen úgy a kedves párjára, hogy csak ő lehet az. És mondja ki neki néha a szeretet kifejezéseként, mert sokféle formát ölthet, hogy csak te lehetsz a párom. Az enyém kint van a gyerekkel. És ezt azért el szoktuk mondani, de nem mindegy, hogy mikor. Tehát amikor nagyon beléd áll, de stoplisan, és összetöri a kis szívedet, igen, akkor szeretettel kell tudni mondani, hogy
Csak te lehetsz a párom. Szóval a kérdés lényege az, hogy ha ezeket egyensúlyba hozzuk, akkor onnantól kezdve én bárkivel élhetek. Ezt gondolod? De nem így van. Nem mihelyt így van. Mihelyt egyensúlyba hozod, csak ő lehet a párod. Tehát annyira természetesen viszonyulsz az élethez, annyira egységben vagy magaddal, hogy azt érzed, hogy a legtermészetesebb dolog a világon, hogy ő a párod. És nem gondolsz másra, nem gondolsz elé, nem gondolsz mögé. És igen, mindenkinek eljöhet az életében egy olyan időszak, amikor érzelmileg egy olyan sokféleséget, komplexitást, gondolatilag egy olyasféle megkülönböztetés nélküliséget él át, hogy akár mindenki lehetne a párja, és ebből az állapotból nagyon gyorsan ki akar kerülni. Miért? A mindenki lehetne a párom, az azt jelenti, hogy valójában nincs. Van egy olyan költeményünk, hogy a 10 000 dharma visszatér az egybe. Hová tér vissza az egy? Nem elme, nem buddha. Akkor ki? És hogyha ezt helyesen megválaszolod, akkor látod azt, hogy ugyanabból a lényegből vagyunk. De a mi személyiségünkben, egyéniségünkben szerencsére különbözünk egymástól. Nincs két ugyanolyan arc. Nincs két ugyanolyan ujjlenyomat. Bizony. Nincs két ugyanolyan lélek. Nincs két ugyanolyan lábnyom. Tehát amikor azt érzed, hogy a 10 000 lehetőség visszatért az egy konkrétumba, akkor teljes. Akkor nem nézel kifele. Csak befele meg őrá. És kész. Van olyan, hogy a 10 000 is kevés, de az egy is sok? Na, ezt kell meghaladni, kérem. Ez még a gyerekes tudatnak egy ilyen kis tinédzser infantilis változata. Nem mondd, hogy nem volt meg, meg volt ez is mindenkinek. 10 000 is kevés, de az egy az nagyon sok. Segítettem? Igen, köszönöm. Nagyon örülök. Van még kérdésed? Nekem személy hát szerint után, nincs. És a párodnak, mert azért adjuk meg a lehetőséget. Újabb kérdésem nincs. Jó, köszönjük szépen. Más valaki? Azt szeretném megkérdezni a gyerekkori traumákról, hogy ezeket okkal kapjuk azért, hogy tanuljunk belőlük, vagy mi választjuk a leszületéskor, vagy én úgy érzem, hogy ezek nélkül jobb ember lehetnék, tehát kellenek ezek az életünkbe? Nem kérdés, hogy kellenek vagy sem, mert nem tudtad elkerülni őket. Tehát a környezeted működése az a tudattalanod kisugárzása. Semmi több. A traumáid nélkül nem lennél az az ember, aki most vagy. Értsük meg, hogy a szenvedés és a boldogság ezen a földön ugyanazon a síkon van. És amíg nem vagyunk elég tudatosak és önállóak, és nincs meg az önrendelkezésünk, addig a karmánkat ismételjük. Senki sem akar szenvedni, vagy uram bocsás szenvedtetni, de mégis megcsináljuk. Tehát ez az, amikor mondjuk a szüleid karmája automata pilótán van. Nem állítanak az értékeken, és te ott vagy, mint gyerek. De te hozzájuk születtél. Te neked van velük dolgod. Nem a szomszédba születtél, nem kézbesített a gólya rossz helyre. A gólyák nem olvassák félre az irányító számot. Tehát csak hozzájuk születhettél, csak abba a családba születhettél. De az nem jelenti azt, hogy nincs választási lehetőséged. Tudatosságunk mértékében van választási lehetőségünk. És nézd meg egy csecsemő kiszolgáltatottságát. Nézd meg azt az egymásra utaltságot. Nézd meg azt az elképesztő kezdőhelyzetet, hogy mindent újra kell tanulni. És ebben benne vannak a korábbi azonosulások traumái is. Ezek nélkül, ezek meghaladása, megfejlődése nélkül, te nem lennél az az ember, aki vagy.
ne azt kívánt, hogy ezek ne legyenek, mert ezek voltak, azt kívánt, hogy ne ismételd meg őket. A traumát meg kell látni, meg kell haladni, le kell róla választódni, és a nem azonosulás tükrében a trauma helyére kerül, mert levetted róla a pozitív vagy negatív impulzust. Azt a polaritást, azt a torzulatot, amitől ő a tudattalan egyik elkülönített, kicsi, felirat nélküli szobájába száműzetett, hogy ezt én nem akarom, én ezt nem akarom, ez nem lehetek, és ezért ismétled meg. Mert akkora energiát tettél bele, hogy az oda lezáródjon, hogy kiment a környezetbe, eseményé formálódott, kapcsolattá formálódott, és visszajött hozzád. A legegyszerűbb ilyen, hölgyeim és uraim, az a félelem. Elkezdesz félni valamitől és valakitől, és találkozol vele. Hát ezt hívjuk negatív vonzásnak. Negatív teremtésnek. Te ezt nem akarod, de annyira nem akarod, és annyira nem hiszed, hogy ez neked jó, és annyira letoltad, elfojtottad a tudatküszöb alá, hogy ezzel megteremtetted, és megtörténik. Ha negatívan gondolkodsz róla, energiát teszel bele, ha pozitívan gondolkodsz róla, energiát teszel bele. Ha nem gondolkodsz róla, akkor nem teszel bele energiát. Ha látod, és csak látod, akkor engeded a helyére kerülni, megérteni, meglátni azt az okozatiságot, hogy ez miért történt meg veled, és mihelyt az okozatiság vonalában, kontextusában ez benne van, a személyiség reintegrálja, fölemeli. Nem viszi föl, hogy ezt én mindig szeretném, ez annyira jó volt. Erről nem gondolkodunk traumaként. De mindig ismételném, mindig ebben az állapotban lennék. Ez a szenvedélybetegség gyökere. Soha nem akarom. Borzalmas volt. Nem, nem, nem. És megtörténik, látszólag véletlenül. Ezért nincsenek véletlenek, csak észre nem vett karmák, értjük? Tehát engedd, hogy a tapasztalat megmutatkozzék, hogy miből táplálkozik, és mit táplál. Honnan jött, és hová megy. És ekkor egyé válsz vele. Nincs ellenségünk, csak megtanulatlan leckénk. Nincs traumánk, csak átláthatatlan karmánk. Érted? Ja. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Van életfeladat, és van a sorsunk, amit létrehozhatunk, illetve beleszólhatnak mások is. Uh-huh. Honnan lehet megtudni, hogy mi a feladatunk? Egyáltalán hány feladat van, hogy azt mikor értük el, és mi lesz mondjuk utána, ha nagyon egyszerűen. Elértük. Leülsz egy kényelmes meditatív... Nehogy, még nem végeztünk. Tehát nagyon egyszerűen megtudhatod, leülsz egy meditatív tartásba, amelyet például az előadás elején is tanítottam, de a működő sümegi zencsoportban is tanítják. És ebben a tartásban elérsz egy kellő tisztaságú és szilárdságú tudatot, amikor a tükör már nem annyira mozog, nincs töredezve, nem torzult, nem foltos, ez pár hónap, ez alap szinten rendben légy. És ekkor fölteszed azt a kérdést, hogy mi a dolgom? Ahhoz, hogy helyes választ kapj, az az alapfeltétel van, hogy már a konceptuális gondolkodás kényszerét ki tudtad kapcsolni. Nem az elméd gyártja le vágyból, dűből, kényszerből, reményből, félelemből a választ, hanem ami tényleg a tárháztudatod mélyén van, az jön föl. Ehhez az önvédelmet le kell tudni építeni belül. Az elme öncsaló mechanizmusait meg kell tudni változtatni, ki kell tudni kapcsolni belül. Tehát óriási bátorság az, hogy ezt a kérdést te műveled. Onnan tudod, hogy megvan a válasz, hogy a folyamatosan meditáció alatt föltett kérdésre ugyanaz a válasz jön, miközben az elméd mozdulatlan és nem szól közbe. Nem véleményezi, nem ítéli meg, nem látja azt, hogy miért ez. Honnan jön ez a késztetés, és hová megy. És bizony, nem biztos, hogy ezt követni kell. Most képzeld el, hogy te ezt, amit mondtam, lelkiismeretesen végigcsinálod, és fél év, háromnegyed év megfeszített mindennapos munkája után, az elméd mélyéről, a tárház tudatból megjön a válasz, hóhér.
és azt mondod, hogy köszönöm, én ezen az életfeladaton változtatok. És elmész vágóhídi munkásnak. Nagyon hasonló, csak állatokkal, és teljesen más. Viszont már látom azt, hogy ez se jó. Hát ki akar vágóhídi munkás lenni? És nagyon sokan azok, mert nem tudnak másból élni. És hogyha te leveszed a sonkát a polcról, akkor közvetetten te is vágóhídi munkás vagy. Megrendeled a cigány pecsenyét, akkor közvetetten vágóhídi munkás vagy. Mi a dolgod? Hogyha az megvan, akkor nézd meg, hogy ez milyen irányba visz. És így lesz a sorsból út. Mi egy döntést hozol, utad van. Kiadod a döntést kezedből, és a karmád autópilótáját, a kényszereket engeded érvényesülni, sorsod van. Tehát a sorsból úgy lesz út, hogy tudatosodsz, és döntést hozol. Értjük? Ezért kell a kérdést föltenni belül. A sorsban elképesztő energia van. Korábban felhalmozott statisztikai valószínűségek, de nagyon magas, tehát 96-99%. De mivel minden karma múlandó, tökéletlen és kölcsönösen függ egy másik karmától, ezért nem lehet determinizmusról beszélni. Csak átláthatatlan karmáról, fel nem használt lehetőségről. Hogyan tudsz egy látszólag determinált helyzetet, például válsághelyzetet a veszekedéstől a halálos veszélyig kinyitni, és sorsból úttá formálni? Úgy, hogy a tudatod tere nagyobb, mint az a karma, ami megjelenik. Megmarad a mozgástered, megmarad a gondolkodási képességed, megmarad a cselekvő képességed. És akkor nem mondod azt, hogy nem tehettem másképp. Nem mondod azt, hogy nem beszélhettem másképp. Mindig van választási lehetőséged, ha a tudatod tükre elég szilárd, ha a tudatod tükre elég nagy, és a karmád nem fedi le teljesen. A karmád nem tölti ki teljesen, mert ha megtörténik ez, akkor tényleg a tudatosságod ráfeszül a karmádra, mint celofán a bontott csirkére, és úgy érzed, hogy nincs választási lehetőséged, pedig mindig van. Tehát ezért kell nagyon világosan megnézni, hogy milyen helyzetben vagy, milyen kapcsolat fűz a helyzethez, és mi a teendőd. Ennek irányt adsz, már meg is változtattad a sorsodat úttá. Az útnak iránya van, a sorsnak kényszere van. Nem ezt vártam, köszönöm. De mégis hasznosnak tűnik, ugye? Egyéb kérdés ott esik? Ha van egyéni, akkor van csoportos és nemzeti karma is mondjuk. Tehát azt mondtad, hogy, igen, hogy az egyén leül és meditál és rájön, de egy nemzet mondjuk, hogy jön rá, hogy mi a karmájuk, mi hogy döntjük el akkor, hogy mi a teendők? Hát egyénenként. Ezt nem lehet csak úgy kiosztani tantervbe, tudod? Bárnéha nem ártana egy kis csend. Tehát olyan zaj van kívül és belül. Tehát csak azt megtanított, hogy ülj le, figyeld a testtartást, a lélegzeted, és befelé, hogy mi van. Hogy mi ez itt belül. És még semmiféle vallásosság nem volt benne. Lehetne? Miért ne? Ezt nagyon sokféle dobozba be lehet rakni. Nagyon sokféle festéket lehet rátenni, de felesleges. Nekem ez jutott, nekem ez a munkám. És igen, ezt a karmát csak belülről, csak az egyén lelkén keresztül lehet látni, és utána pedig esetleg kis csoportban, szangákban, stb. Stb. De ennek a vadnak az a természet, hogy fölülről nem osztható le, mert akkor már mítosz lesz, narratíva lesz, ideológia lesz. Nem lehet megmondani kívülről, mert pontosan azt az eredetiségét veszíti el, hogy az a te lelkeden keresztül jött hozzád. A te tudatosságodon keresztül jött hozzád. Az a te szellemi autonómiádnak lett a terméke, az eredménye, és nem valaki mástól kaptad készen konzervgulyásként. Itt van a különbség, hölgyeim és uraim. Mert ezt te hoztad így magadhoz el. Nem kellett megteremteni, az már ott volt. De saját erőfeszítés nélkül ez nem megy. És eközben is változol. Tehát segítettél magadon, a párodon, a családodon és a nemzeteden is. Tisztább tudattal ugye jobb. Kevesebb hibát vétünk, kevesebbet szenvedünk és szenvedtetünk.
Meg lehet kérni valaki mást? Légy szíves, menjél be a kis darmaterembe, és sikáljad meg az éberségedet. Az erőfeszítés köröm keféjével. Nem lehet, magunkon kell kezdeni, ahogy a művelt római mondta, a te incipi, Domine. Magadon kezd. Ezt nem csak Horácius mondta az aranykorban. Ez a rómaiaknál nagyon keményen megvolt, és azért is tudták létrehozni azt, amit. És mégis belebuktak, mert birodalmat építettek belőle. Kívül, ahelyett, hogy birodalom lett volna belül. A lélek birodalmát tessék megnézni, milyen karmákkal bírsz, milyen késztetésekkel bírsz, hogyan használhatod fel a karmádat mások segítésére. Ez lenne a helyes működés. Ezért nem lehet ezt megkerülni. Ezért nem lehet kiosztani Kiskátéban. Jó? Köszönöm. Szívesen. Lehet itt olvasni, hogy küszöbén állunk ennek az új aranykornak. Szerinted mi kellene ahhoz tenni tömegesen, hogy ez mondjuk tényleg létrejöjjön, megvalósuljon? És van erre reális esély a te meglátásod szerint? Megragadtad a fogalmat, és átvitted egy másik dimenzióba. Amikor Horáciusról beszéltem, akkor említettem az aranykort. Ez pedig a római kultúrának, művészetnek volt az aranykora. Ez az Augustus és utána következő időszak. És én ezt szigorúan a római birodalom kontextusában értettem. Nem pedig egy spirituális, mitikus értelemben, amelyről nagyon sokat hallhatunk, olvashatunk, hogy valamikor volt egy gyönyörűséges aranykor, aztán az ezüst, aztán a bronz, aztán ez a vas. Ez egy olyan mitosz, amely a múltból szeretne egy újabb jövőt gyártani, hogy egy újabb aranykor küszöbén állunk, és hogy erre csak úgy föl kell szállni, mint egy járműre, vagy valamit tennünk kell érte, hogy ez így bekövetkezzen. Egy picikét, mivel gyakorlat és praktikus kérdést tettél föl, szeretnék gyakorlat és praktikus választ adni. Ha korábban, bármikor volt egy tényleg aranyból levő kor, hogy jutottunk ide? Hogy lett az aranyból ezüst, aztán bronz, aztán vas, aztán meg ez a kaki, ami most van. Tehát nem volt semmi, amely lényegileg a jelenségek szintjén, a kultúrák szintjén, a mélyszerkezetben különbözött volna a mostanitól. Állandó változásokon mentünk keresztül, az emberiség szaporodott, a tudat szintje meg ott van, ahol. Ez hullámzik le és föl, ez így van. De nem volt egy olyan ideális állapot a történelemben, a térben és az időben, amely tökéletes volt, de aztán valahogy tökéletlen lett. A tökéletlenség különböző állapotain megyünk keresztül a történelemben. Nézd meg a karma működését. Az mindig olyan, hogy tökéletlen, kölcsönösen függő és múlandó. Egyik kor sem volt aranyból, de van bennünk valami, ami ezt látja. Ez a látás, a teremtés záloga. Ebből a tisztább tudatból tudunk valami jobbat teremteni, mint ami eddig volt. De aranykor nem volt, és nem lesz. És ez nagyon fontos leszögezni, mert hogyha lenne, akkor így hátradőlök, és megvárom, amíg bejön szépen jobbról, és én beszállok az aranykorba. Nem, hölgyeim és uraim, ez a Föld megmutatja, hogy mi valójában teremtők vagyunk, és mit teremtünk, kivé válunk, és az okozatiság működése mutatja tükörszerű tisztasággal, hogy milyen tudatállapotban vagyunk. Tessék körülnézni! Ilyen tudatállapotban vagyunk, amilyennek a világot látod. Nem vagy jobb, nem vagy rosszabb. Pont ilyen. De ha te változtatsz magadon fölfelé, akkor azt látod, hogy kevesebb szenvedés és több boldogság és szeretet lesz. Ez a hamis önképektől való megszabadulás, az illúzióktól való megszabadulás, a konceptuális gondolkodás kötésétől, bilincsszerű dogmatikájától való megszabadulás, az érzelmek pusztító tüzétől való megszabadulás,
A szavak abszolút értékű kijelentésének elhitelétől való megszabadulás, és a tettekbe való beleveszés, a cselekvés kényszerétől való megszabadulás. Ezért mondta a Buddha, hogy lángban áll a világ szerzetesek. Mi gyújtott a lángra? A vágy tüze, a harag tüze, az énség, az egoitás tüze. És hogyha megszabadulsz a téves nézetektől, az énségtől és a dualitás kényszerű rabságától, akkor eléred az ellobbanást, és ekkor ellobban a szenvedés tüze, a harag tüze. És hogyha megtanulod leállítani a gondolkodásodat, akkor a kétségbeesés is eltűnik. Tehát a farkába harapó kutya az a kis hasonlat. Az uroborosz, a világ kígyója, amelyik minden asztrológiai képletet korábban körülvett, az azt jelenti, hogy a jelenségek kezdettelen és végtelen áramlása. És ahhoz, hogy te ne esj kétségbe, ahhoz egységben kell lenned. Ezt az egységet csak gondolkodás nélkül, ebben a pillanatban érheted el. Kívánom azt, hogy mindannyian térjünk vissza a pillanat tökéletes egységébe, érjük el a látó tiszta tudatot, szabadítsuk meg embertársainkat és magunkat egyaránt a szenvedéstől, mely által természetszerűen úgy nyílik a boldogság, szeretet, együttérzés és bölcsesség felé. Köszönöm a figyelmet!